Szeretnék megköszönni azt a nyári kedvességet és sok-sok tapsot, amit az itteni táncfoglalkozásainkon nekünk adtak. És szeretnénk most nagyon jó egészséget kívánni és köszönteni a lakókat a karácsony közeledtével és a télapor nap alkalmában. A Tolnai Senior Táncsoport egy meglepetés műsorral készült a városi idősek otthonában lakó szépkorúaknak. Az apropó a Mikulás, és az, hogy szeretnénk az itt gondozott idős embereknek egy kis örömet szerezni. Hoztunk egy kis ajándékot, és egy kis tánccal, egy kis vidámsággal jó kedvet hozni nekik. 4 táncot fogunk táncolni, és hoztunk egy kis ajándékot, mézes kalácsot, szaloncukrot, és még egy kis süteményfélét is, amivel kedveskedni fogunk az itt lakóknak. Én ebből az intézményből mentem nyugdíjba, úgyhogy én tudom, hogy ezek az emberek kikerülnek a saját kis megszokott világukból, és az milyen nagy traumát jelent, és mennyire tudnak örülni, és mennyire hálásak tudnak lenni minden kedvességért és minden figyelmességért, és ezért csináljuk. Azt az örömöt, azt, hogy egyáltalán törődnek velük. El kell, hogy mondjam, hogy mi nyáron itt kint a szabadba tartottuk a táncfoglalkozásainkat, és minden alkalommal itt voltak kint, és tapsoltak, és zsukkoltak nekünk, és most úgy éreztük, hogy ezt meg kell köszönnünk ezzel a kis ünnepséggel. Pápai Szilvia, az intézmény részlegvezetője elmondta, nagyon örültek a meglepetésnek. Föltöltöttünk egy kicsit az idősekkel, mert a karácsonyra tudunk készülődni ezzel is, hogy a szenior örömtáncosok itt táncoltak nekünk egyet a karácsonyra, és a karácsonyi zenékre is. Nyáron folyamatosan itt kint próbáltak nálunk, és akkor kiültettem a lakókat, és nagyon szerették, mert a zenét azt szeretik. És ezzel föl tudunk készülni a karácsonyra is. Most egy páran jöttek ki, mert nehezen mozgók, ők szeretik ezt nézni, hogy itt mozognak, táncolnak. A mieink már annyira nem tudnak, mert sokkal inkább nehezebben mozgó lakóink vannak, akik rollátorral közlekednek, meg járókerettel. És akkor karácsonyokra szoktunk így készülődni, hogy régen jöttek mindig a katolikus iskolások, egy betlehemi műsort adtak. Én nálunk volt a földpróba tulajdonképpen. Nagyon szerettük, mert az egész műsor egy megható jelenet volt. És most idén megpróbálunk megint iskolásokkal szervezni zenés, verses műsort. Hiszen azon kívül, hogy kulturális programon vesznek részt az idősek, az is fontos, hogy néha gyerekek között legyenek. Mert az unokák, van akinek messze vannak a gyerekei, tehát nem biztos, hogy karácsonykor is tud velük találkozni egyáltalán. Meg van akinek nincs családja. Őnekik ez a család, meg mi vagyunk a családjuk. Azért szoktunk így egy kicsit ráhangolódni így Mikuláskor is, hogy fölveszük a sapkát, vagy egyáltalán a lányok egy kicsit ilyen viccesebb figurákat a fejükre, hogy karácsony, Mikulás jön, nekik is jön. Ők egy kicsit másik gyerekkorban vannak most itt. Hoztunk egy kis mézes kalácsot, egy kis szaloncukrot. Köszönjük szépen. Remélem, jövőre is jöttök. Ide az udvarba. Szeretik különben így az ünnepeket szerintem, mert tulajdonképpen akkor jobban is jön a hozzátartozó, többen jönnek hozzájuk látogatni is, meg elviszik őket ebédre. Van, aki ott is alszik a hozzátartozóknál. Akkor majd karácsonyfát közösen fogunk díszítetni, azt énekelni szoktunk közben, ugyanúgy teszünk rá szaloncukrot, mint régen kötözték. Igaz, hogy műkarácsonyfa, de karácsonyfánk lesz. Bár nem ült ki az idős otthon mind a 42 lakója, akik kint voltak, láthatóan nagyon jól érezték magukat.